Máté a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében a roma LMBTQ identitásokat és kihívásokat vizsgálja. Emlékszünk még? Tavaly több transzparensen a meneten visszatérő motivum volt Novák Katalin, aki nem sokkal a Pride előtt arról beszélt, hogy szerinte a melegek nem élhetnek családban. Erre válaszként a tavalyi felvonuláson több transzparensen feltűnt Novák és Novákkal kapcsolatos vicc. Nagy barátunk, Bencsik András, a Pride-ot követő első sajtóklubban ennek kapcsán így beszélt. Ez a homoszexuálisok büszke menete azt hirdeti, hogy minden jó, ami eltér a mondjuk így normálistól, és igenis ők erre rohadt büszkék. Ez egy dolog. Hogy kijelölik első számú ellenségnek Novák Katalint, az nagyon fenyegető. Eddig tartott Bencsik, és innen megint én jövök. Lenyűgöz, hogyan képesek a kirekesztők, a folyamatos ellenségképet gyártók és listázók a kettős mércét alkalmazni. És ettől a rajongóik már is igazolva érzik magukat. És hogy miért éppen ezt emelem ki Máté Dezső kapcsán? Nos, ő az egyike azon tudósoknak, akit tavaly a figyelő többször is listázott, mikor pellengérre állították a hatalomnak nem tetsző kutatásokat folytató értelmiségieket. Máté Dezső az angol nyelven írt a Roma LMBTQ első szikrái című cikke miatt került célkeresztbe. Döbbenten állt akkor is a listázások előtt. Átadnám neki a szót. Hallgassátok szeretettel Máté Dezsőt. Sziasztok! Sziasztok még egyszer, nagyon köszönöm. Van egy közös a történetünkben, és még annál is több. Máté Dezső vagyok, a Közép-Európai Egyetem kutatója, az MTA volt munkatársa, doktorandus. Ma viszont mégis romaként és melegként szeretnék beszélni hozzátok, mint magyar állampolgár. Engedjétek meg, hogy néhány mondatot mondjak magamról. Anyám meghalt, 6 éves voltam, rákos volt. Ekkor nőttem fel. Meghalt, mert azt mondták neki a kórházban, hogy terhes. Mert már az akkori Magyarországon is egy cigánynőnek terhesnek kellett lennie, ha egy embrió nagyságú daganat van a méhében. Apám elrabolt anyám halála után. Ő is elhagyott. Hajléktalan lettem hattól 9 éves koromig. Kukáztam, koldultam, loptam, nem szégyellem. Enni akartam. Közben megerőszakoltak gyerekként az egyik telepen, ahol voltam. Iskolába nem jártam, csellengtem. Három év gyermekhajléktalanság után megtaláltak a gyermekvédelmisek, és a család megmaradt fele. Hazavittek, bármi legyen is az. Beirattak iskolába. Volt első hely is a szabad padokban, de azok a helyek nem az én és nem a mi helyeink voltak. A cigány gyerekeknek a hátsó padban volt, és van még a mai napig is a helyük. Szegregált iskolába jártam, színész szerettem volna lenni, színiskolába nem jelentkezhettem az iskola utasítása szerint, szerintük péknek kellett volna menjek, bocsa pékektől. Erre inkább elmentem közlekedésmérnöki iskolába. Jó volt, több mint 450 fiú volt a suliban. Van egy közös a történetünkben, és ez nem csak az én történetem, ez a mi történetünk. Elmondtam, mert fontosnak tartottam azokért, akik nem lehetnek ma itt és most velünk, akik ebben a pillanatban is szégyellik roma, meleg, biszexuális, transznemű, queer, intersex és aszexuális identitásaikat. Akik ebben a pillanatban is a társadalmi elnyomások legkülönbözőbb arcaival néznek szembe. Azt gondolom, hogy ezzel a történetünkkel igazságokat és korlátokat feszegetek, amelyeket a döntéshozók nem akarnak észrevenni és nyilvánosan tárgyalni. Ehelyett inkább gyűlöletkampányokat gerjesztenek az elképzelt idegen emberekről. Változtatás. Talán ez a legmegfelelőbb magyar kifejezés arra, ha egy csoport, aki egy társadalom szerves része, ellentmondanak a velük szembeni igazságtalanságoknak és különböző társadalmi elnyomásoknak. Kérdezés.
Tökéletes kifejezése annak, amikor egy közösség változtatni szeretne a tagjaival szembeni társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai elnyomásoknak. Egyenlőség. Ez az a fogalom, amely értelmet vesztette, és csupán mint egy sablont használják a döntéshozók annak ellenére, hogy feladatuk lenne értelmezni az egyenlőség fogalmának jogegyenlőségét az állampolgároknak. A 21. század elején azt lehet észrevenni, hogy hiányzik a társadalmakból a változtatás, a kérdezés és az egyenlőség motivációja. Mintha megállt volna az idő, és megelégednének az állam tagjai azokkal a polgári jogokkal és kötelességekkel, amelyeket az elődök harcoltak ki. Azt látni, hogy a nyilvános és az országot, Európát megrengedő társadalmi mozgalmak és megmozdulások, mintha a végét járnák, és az élet kizsákmányolását elfogadó elfáradt tömeg született volna meg. A kilátástalanság, jövőtlenség, az egymással szembeni előítéletek, sérelmek és félelmek, amelyek átszövik nem csak a magyar, de az Európai Unió társadalmát is. Az emberek félnek valamitől, amit gyakran még maguk sem tudnak megfogalmazni, viszont egyet tudnak, hogy nem akarnak olyanok lenni, mint az a név, és személyiség nélküli hajléktalan, kéregető, társadalmat eláruló alak, akitől azt feltételezi a munkába siető szerencsés, hogy csakis az a név nélküli árnyember tehet a sorsáról, bele sem gondolva a társadalmi hatásmechanizmusok életeket, csoportokat irányító megbélyegzéséről és jelenlétéről. Ne feledjétek, van egy közös a történetünkben. Nem vitatható az a megállapítás, miszerint a történelem értelmezése a legmegosztóbb empirikus megközelítése a társadalmi hatásmechanizmusoknak. Nem vitatható az sem, hogy aki mást állít, és helyette ingyen koncertekkel és napi olvasnivalóval manipulálja a tömeget, hozzáteszem a mi és a ti adóforintjaitokból, az a történelem hamisítás egy formája. Nem kérdezhetünk, mert ha kérdezel, akkor a figyelő nagy testvér listázni fog, és az ország szégyenének fog nevezni. Nem kérünk mást, szabad tudományt, szabad gondolatokat, szabad médiát és egyenlőséget. Nincsen nagy bajszom, de annál több az eszem, hogy tudjam, hogy a család fogalma a színes, és aki másként értelmezi azt, az kirekesztő, elnyomó és alkotmányellenes. Elmondom hát nekik is, hogy megértsék. Család, a gyermekét egyedül nevelő nő. Család, a gyermekét egyedül nevelő férfi. Család, a két anyakét, gyermekét nevelő emberek. Család, a két apaként gyermekét nevelő emberek. Család, az anyaként és apaként gyermekét nevelő emberek. Tovább is van, mondjam még? Inkább itt megállok, hogy először ezt értsék meg a nagy emberek, a fárasztó helikopterezéseik, szarvasvadászgatásaik és magánrepülőzgetéseik alatt. Hozzáteszem a ti és a mi adóforintjaikból. Kik ők, hogy megmondják, hol és mikor szerethetünk? A szeretetnek és a szerelemnek nincsen neme, etnikuma, vallása, fizikai és pszichikai korlátai. Szerethetem a páromat, a feleségemet, a férjemet törvényesen és nyilvánosan itthon? Lehetek rá büszke a munkahelyén? Viselhetem a gondját jogosan, ha baja van? Le kell adóznunk minden hónapban a fizetésünkből? 4 kérdés, amelyből csak az egyik biztos. Kérlek, döntsétek el ti, hogy melyik az. Az adónkért egyenlő jogokat kérünk cserébe. Van egy közös a történetünkben, mégpedig az, hogy felszólítjuk a magyar kormányt, hogy hozza a jogszabályt a transznemű emberek nem és névváltoztatására, és vessen véget a lassan 3 éve tartó kilátástalanságoknak. Van egy közös a történetünkben, mégpedig az, hogy felszólítjuk az összes politikai pártot,
hogy kezdeményezzenek népszavazást az azonos nemű egyenlő hazai házasságá... Vég egyszer. Van egy közös a történetünkben, mégpedig az, hogy felszólítjuk, kérjük az összes hazai politikai pártot, hogy kezdeményezzenek népszavazást az azonos nemű emberek egyenlő hazai házasságáról és az alkotmányban tévesen definiált családértelmezéséről. Van egy közös a történetünkben. Egyenlők vagyunk. Köszönöm szépen.